Kedves nézőink, 25 évvel ezelőtt, indulása után egy évvel, Kecskemét sokak által kedvelt közéleti lapját mutatta be kulturális magazinunk. A műsorban a köztér munkatársai beszéltek, a kecskeméti értékeket és a kecskeméti szellemiséget őrizni kívánó újságról. Az Annó mai adásában az 1999-ben készített összeállításunkból láthatnak részleteket. Köszöntöm a nyári szünet után a kulturális magazin nézőit. A mai műsor vendége az egy éves születésnapját ünneplő Köztér című közéleti havilap lesz. Találkozhatnak a műsorban a lap szerzőivel, akik között jó néhány ismerős arcot is felfedezhetnek majd, és nem az újságírók sorai közül. Remélem, megtudhatjuk azt is, hogy milyen módon egyáltalán létezni, fennmaradni egy ilyen lap, mint amilyen a Köztér. És várunk olyan vendégeket ide a stúdióba, akikről a lap szól, olyan ügyekről szólunk, amelyek a lap munkatársainak, a lap szerkesztőinek is nagyon fontosak, és hozzáteszem, hogy természetesen nekünk, a kulturális magazin szerkesztőinek is fontosak, úgyhogy itt ebben találkozni fognak a gondolataink. Már is köszöntöm a stúdióban a lap főszerkesztőjét, Nagy Máriát, és a lap alapítóját, Kerényi Györgyöt. Hát tudom, hogy az általános iskola első osztálya lesz a következő kérdés, de hát mindenképpen el kell indulnunk valahonnan, hogy hogyan született meg ennek a lapnak az ötlete? Hát én úgy hiszem, hogy találtunk egy olyan sávot, egy olyan fehér foltot a kecskeméti sajtóban, elsősorban nyilván itt az írott sajtóra gondolok, ahol úgy gondoltuk, hogy lenne mondani valónk. Amit úgy hiszem, hogy nem feltétlenül kritizálandó okként, hanem természetszerűen felfogva a helyzetet, más sajtóorgánumok még nem foglaltak el. Hiszen tudomásul vesszük, hogy akik piaci alapon készítenek újságot, ők nyilvánvalóan más szempontokat vesznek figyelembe, mint mi, akik gyakorlatilag ezt mecenatúra alapon hoztuk létre, és tartjuk fönn, és támogatjuk ezt a újságot. Tehát a kultúra, a demokrácia azon ügyei, amelyek idézőjelbe téve feltétlenül botrányosak, és ezek közül is, a nem botrányos ügyek közül azok, amelyek mások számára példát mutathatnak, hogy lehet mostani körülmények között is kultúrában, közéletben érdekes és jó dolgokat csinálni, bármennyire is nehéz a világ, a környezet körülöttünk. Gondolom, hogy a főszerkesztő egyik első feladata az volt, hogy fogalmazzon meg egyfajta ars poétikáját a lapnak. Vajon mit takar a köztér elnevezés? Mit takar ez a lap? Mit tartalmaz? Milyen területeket próbál felölelni a városi közéletből? Maga a név, hogy köztér, ez azt jelenti, hogy az a tér mindenkié. És a téren emberek vannak. Én azt mondom, hogy embereket keresek, mint szerkesztő. Érdekes embereket, jó embereket, követhető embereket, és akkor az a köztér nagyon színes lesz, és sok lesz az ember rajta, és sok különböző ember lesz rajta. Ezt tudom mondani erre. György említette, hogy milyen neves személyiségek segítenek a lap szerkesztésében és a cikkek megírásában. Szőlős Jenikő kolléganőm ott járt az egyik szerkesztőségi ülésen. Szerda délután 5 óra. Azon ritka pillanatok egyike, amikor együtt vannak a szerkesztőség tagjai. Készül a lap szeptemberi száma. Az asztalokon mindenütt kéziratok és fotók hevernek, arra várva, hogy összerendeződjék belőlük 16 oldalnyi gondolat. Közben az újságírás két doaenje, Varga Mihály és Háltai Nándor kifogyhatatlanok az anekdotákból. Ez persze nem akadálya a munkának, és annak, hogy felvetődjék egy-két megírásra érdemes téma. A szerkesztőség tagjainak többsége eredeti foglalkozása révén vált ismerté és elismerté a városban. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogyan lettek a köztér alkotói, miért tartották fontosnak ezt a fajta közszereplést. Nem én találtam a lapra, hanem a lap talált rám. Még amikor csak terv volt, hogy elindítják ezt a lapot Kerényi Györgyék, akkor az egyik első tervező megbeszélésre meghívtak. Erre a Katona József könyvtárba került sor. És hát akkor rögtön mondtam, hogy alkalmilag szívesen adok egy-egy írást, de rendszeresen nem tudom vállalni a közreműködést sok egyéb teendő miatt. És akkor tanakodtunk a lap nevéről, hogy mi legyen, sok
mint összeértünk, végül is köztérnél kötöttünk ki. Talán az én javaslatom is közre játszott ebben. Azt gondolom, hogy nagyon szükség volt Kecskeméten erre a lapra, mert a mai sajtó, általában napi sajtó, heti sajtó, annyira a hétköznapi dolgokban, és főleg az üzleti dolgokban merül el, azokat szolgálja, hogy a város szellemi életére kevésbé tudnak, vagy kevésbé akarnak figyelni, és ennek azt mondom, köztének éppen ez az egyik nagy érdeme. Amikor az első szám a kezembe került, megdöbbentem és megörültem, hogy van egy lap ma Magyarországon, de hagyjuk Magyarországot, Kecskeméten, amelyik fölvállalja a hagyományokat, a kodálykultuszt, a képzőművészettel, a színházzal foglalkozik, az irodalommal is, hát mondjuk ott egy kicsit mérsékeltebb, ugye, mint ahogy szerintem kellene. Hát akkor ott a helyem, és attól kezdve elkezdtem írni. A köztér, mivel havonta jelenik meg, nem lehet napi, nem lehet a napi aktuális események, a napi szenzációk után szaladó, hanem egy nagyon mélyen elemző, a kulturális értékek iránt mély tisztelettel viselkedő lap kell, hogy legyen. Én ezért csatlakoztam első hívásra hozzá, ennek reményében. Nincs rovatom, hogy mit írok, és nincs témám, mert meggyőződésem, hogy valamivel való lapnál ilyenek nincsenek, hiszen témákból, meg rovatokból, meg szerkesztőkérésekből nem lehet lapot csinálni, csak kéziratokból. Annak idején a 70-es években már írtam újságcikkeket, és azóta is írogatok, ha úgy tetszik, hobbiból. Ez egyáltalán nem volt az életemben meghatározó tényező. A köztérre a kezdetektől, a lap megalakulásától kezdve valamiféle kapcsolatom van, és nagyon örültem, amikor a kollégák megkerestek, és főleg a zenei témákban kérték, hogy írjak. Igyekszem olyan emberekkel beszélgetést folytatni, akik olyan információkat juttatnak el a közönséghez, amelyhez másként talán nem jutnak hozzá. Tehát nem a pegykák szintjén, hanem a műhelyeknek olyan belső titkait tárják föl, ami a nagy közönség számára egy előadó művész vagy egy alkotó művész részéről talán nem teljesen ismert. Én örülök, hogy sok érdekes emberrel sikerült beszélgetnem ez alatt az egy év alatt, és tudom azt, hogy még nagyon sokan vannak a városban, akikkel érdemes lesz a továbbiakban interjút készíteni. Vettem azt a bátorságot, hogy egy kiállításon gratuláltam Kerényi Györgynek, akit régóta ismertem, de olyan különösebb közeli kapcsolatban nem voltunk, és mondtam, hogy hát akár szívesen írnék is, de hát én nem tartozom ehhez a körhöz. Hát mondta, hogy dehogy is nem, tessék, küldjél cikkeket, és akkor leközölik. És mondtam, rendben van, én kérem, hogyha valami nem felel meg, akár a lap irányultságának, akár esetleg a cikk színvonala miatt, vagy mondanom miatt, akkor adják vissza, ez az egy föltételem, de ne csapjuk be egymást. És örülök neki, hogy azóta is dolgozhatok ennek a lapnak, és néhány ügyet, ha csak kismértékben, mert mit tehet ma egy újság, ha csak kismértékben is előre tudtam mozdítani, akkor hát hasznára válhattam. Most már ilyen ennyi időskorban engedjék meg ezt a idézőjelben mondva nagyképviségét, hogy a köznek. Számomra is meglepetés, hogy belekeveredtem ebbe az újságírás című dologba. Soha nem voltak ilyen álmaim vagy reményeim. Úgy alakult, hogy amikor szerveződött az újság, akkor megkerestek, hogy a képzőművészeti robotot próbáljam egy kicsit szemmel tartani. Inkább azzal indult, hogy majd inkább a szerkesztésbe veszek részt. És hát főleg az volt a célunk, ezt gondolom úgy a szerkesztőség nevébe is mondom,
mondhatom, hogy olyan művészeti események próbáljuk rá irányítani a figyelmet, amelyek hát bizony az elmúlt 5-10 év helyi sajtójából kimaradtak. Ez év januárjában keresett meg Kerényi Gyuri, hogy volna-e kedvem sporttémájú cikkeket írni a köztérbe. Testnevelő tanár vagyok, a sport a szakterületem, és mindig is vonzott az írás, így igen mondtam, és azóta kiderült, hogy nem bántam meg. Igyekszem olyan dolgokról írni a cikkeimben, amik a napilapokból, hetilapokból kimaradnak. Próbálok keresztmetszetet bemutatni sportágakról, egy-két szakosztályt bemutatni, interjúkat készíteni, és nagyon szeretek fiatalokat bemutatni, hiszen övéki a jövő, és ők általában az utánpótláskorúak kimadnak a többi sportcikkekből. Kecskeméten a tanítóképzőfőiskolán tanítok vizuális tantárgyakat, köztük fotót is, és bevallom, valójában ez a szívem csücske, leginkább a fényképezés érdekel. Korábban más újságok számára is fényképeztem itt Kecskeméten, így ért a felkérés a köztértől, hogy fényképeznék a lap számára, amit nagyon szívesen vállaltam, nagyon szívesen fényképezek a köztér számára, mert többnyire olyan rendezvényekre, kiállításokra, eseményekre mehetek fényképeket készíteni, ahova magam is nagyon szívesen járok érdeklődésből. Igazából nem is munka, hanem egyfajta időtöltés, amit nagyon szívesen vállalok így a köztér számára. Íme ezek voltak a mini vallomások. Úgy gondolom, hogy az az igazán nagy érdeme a lapnak, hogy mindazok, akik kezdték ezt a lapot, azok meg is maradtak mellette. Tehát ez azt jelenti, hogy megfelelt a lap az elvárásaiknak. Így van ez? Igen, és hát ez egy elmondhatatlan nagy öröm számomra. Mindenki úgy fogalmaz, hogy a mi újságunk. Azt hiszem, hogy aki elindít egy ilyen dolgot, és akik ehhez barátként, társként, munkatársként csatlakoznak. Ezt mondják egy év után, hogy a mi újságunk ennél nagyobb kitüntetés kezdeményező számára nem kell. Kellene valami zárszót mondani, hiszen a műsor végére értünk. Ez a joga tiétek. Köszönjük mindenkinek, aki érdeklődésével, szeretetével, barátságával most a televíziónak is kitüntetett bennünket, és nem csak a baráti elismerő szót, hanem a kritikát is jó szívvel fogadjuk, és rengeteg témát szeretnénk kérni mindenkitől. Mária? Szeretnék sok jó cikket kapni, jó újságot csinálni, és szeretném, hogyha sokan olvasnának bennünket.